kicsit hagytuk akkor eltávolodni a csoportokat. Szuper, akkor sziasztok, nektek is jó utat, ti is hiányztok magatokra, ti is igyatok sokat, és veletek is találkozunk a strandon. Én akkor gyertek előrébb, lehet, hogy elmondom a videóit. Jó reggelt! 2023. július 1-e van, és ismét Buba kerékpáros teljesítménytóra. 8 óra múlt néhány perccel, 8 óra akkor indultam, 8 óra után pár perccel indultam el. Ami feltűnt, hogy többen vannak indulók, mint egy éve. Hát hiába, jó idő, kisalta a kerékpárosokat. Útvonal ugyanaz, mint tavaly. Csak 11 kilométerrel hosszabb lesz, tavaly 126 kilométer volt, most megtoldották és 137 kilométer lesz a vége. Balaton-Almádiig kell letolni. Az idő remek, jó idő van. Tartsatok velem ezen a kerékpár túrán is. Kicsit kanyargós az út, de használom a Brighton-t. Meg jelölve is van egyébként, hogy merre kell gurulnunk. Ez még nem a hivatalos Buba útvonal, majd egyszer csak rátérünk. Sáfrány utcában tekerek. Nyolc óra 30, a Kapolcs utcában vagyok, és a GPS szerint megtettem már 7-es kilométert, még van 130. Árnyékos részen vezet az út, nem is baj, mert kezd már jó idő lenni. Kilenc kilométer, amit eddig letekertem. Nyolc óra 38, és rátértem a hivatalos Buba kerékpár útra. Etyek 23 kilométer. Idáig jelölve volt a szervezők által. Az út innentől kezdve pedig a Buba jelzi nekem az útvonalát.
erre határozottan emlékszek tavalyról, egy lámpás átkelő, és nincs szerencsé, piros. Török Bálintot hagytam el az imént. Még van 120 km a célig. Ismét itt vagyok, Biatorbányi viadukt. Na, tűz tovább. Nincs idő nézelődni. Ez egy ilyen történet. Velencei tó 22 km, egyek 4,5. A Velencei tó egész jól hangzik. Na, talán ott már könnyebb lesz. 9 óra 39, begurultam Etyekre. Itt lesz egy frissítő pont. A látogató központnál egész pontosan. Sziasztok! A frissítőpont után újra úton, és egy tábla szerint Velence 32 km, és ott lesz a következő frissítőpont. Jó, na szivacs ez a etyeki dombvidék. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. Tíz óra 20 perc van, begurultam Gyúróra. Száguldottam az egyeki dombok között.
searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. 10 óra 41, Kajászón tekerek keresztül éppen. Még van 87,9 kilométerem a célig. Begurultam Pázmándra. Innen még Velence 8,5 kilométer. 11 óra 5, 3 órája vagyok úton. És még van összesen 80 kilométer. Toldi Miklós mutatja az utat. Sziasztok! Sziasztok! Köszi! Ez volt a második frissítő pont Velence. Karikáz, kerékpár kölcsönző. Itt egy picit le kellett térni az útról. És itt a tábla jobbra kell folytatni. Visszatértem a műútra. És folytatom a túrát. A célig van még 72,7 km. A Velencei tó partján gurulok. Sokat nem lehetett látni a tóból. Székesfehérvár innen 14 kilométer. Egy óra 58 perc, és itt vagyok Pákusdon, és ha jól emlékszem, itt lesz majd egy csap tavalyról, van valami emlékem. Ha megtalálom, frissítem a vizet. Még van 64 kilométer a célig. Megvan a csap. És most kiderül, hogy működik-e. Van víz a környékén. Jaj, de jó! Nincs. Na, így jártam. Jó, hogy nem öntöttem ki a vizet, mert akkor tűz tovább. Tizenkettő óra 25 perc, és megkezdtem az átkelést Székesfehérváron. Emlékszek rá tavalyról, hogy elég kacifántos volt. Thank you.
De jó, hogy vannak még udvarias sofőrök. Balaton akaratja 22 km. Ez jól hangzik. Összes táv, ami hátra van, még 40 km. És az idő 13 óra 23. Polgári frissítőpont után még van 30 km, 14 óra 3, 6 órája vagyok úton. Hát ezt a 30 km-t ezért 2 óra alatt jó lenne letekerni. Na kérem, itt vagyok a héten másodszor. Balaton akaratja. Innen még Almádig kell eltekerni. 18,4 km a cél. Perc, és 10 km alá csökkent a hátra lévő távolság. Egész pontosan 9,6 km van még a célig. Remek. Utolsó méterek. Az úton hál' Istennek nem történt semmi probléma. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót is. Remélem találkozunk a legközelebbi túrán is. Addig is az Isten áldja meg mindenkit. Minden jóval. Sziasztok! Újabb befutós, a gurulj végig az autók végéig, és ott egy éles, 180 fokos, legyen egy éles fordulatot, utána még 3 pedálcsapás. 1, 2, 3, és most már csak gurulj be ide hozzánk. Üdv a cél van, gratulálunk, köszönöm. Nagyszerű volt. Köszönöm, világos. Úgy látom rajta, hogy lavinajeladó van? Igen, köszönöm szépen, köszi. Én is hallottam, hogy az egyeki domságban néha egy kicsit így elszabadulnak a hó.